Ízisz jelképe egy trónszék. Már magán a hieroglifán is megjelenik ez a trónszék, és Ízisz, Isten anyánk fejdíszén is megjelenik a trónszék. Királyi trónra csak az kerülhet, aki isteni vér hordozója. Ízisz egyébként a nőiesség, a hűség szimbóluma is. A Hermes Trismegistrosba úgy írnak róla, hogy test vére és felesége Ozirisznek. Azért testvére, mert ugyanabból a vérből való, hiszen Ozirisz magából hozza létre Isten anyánkat, és felesége is. Most nagyon érdekes, hogy a sötét oldal, Szet, soha nem tudott nőt teremteni. Nem jött rá a titkára. Ízisz Hórusznak az édesanyja. Manapság több afrikai törzsnél a királyok trónját úgy hívják, hogy a királyok anyja. Tehát a mai napig él az afrikai népeknél ez a jelképes üzenet, hogy a trónszék, azaz Ízisz jelképe, a királyok anyja. Ezzel némi bepillantást nyerhetünk abba, hogy egy ókori ember hogyan gondolkodott. Az ég királynője az Istenek anyja. Imádták az ókori népek Íziszt, templomokat emeltek neki Britániában. A Hadrianus falnak még megvannak a maradványai, és ha valaki egyszer Angliába jár, a Hadrianus falnál van egy kisebb épületrész, ami egy régi Ízisz szentély. Szombathelyen szintén van egy régi Ízisz szentély, Európa talán legszebb Ízisz szentélye, a mai napig látogatható. A kunok, amikor beérkeztek a Kárpát-medencébe, nekik is volt egy sötét bőrű istennő alakjuk, egy fekete madonnájuk, és a kunok ugye szinte ugyanazt a nyelvet beszélték, mint a hunok, mint az ősnépek, és ők az ő asszonyukat ibetűvel mondták, úgy mondták, hogy asszonya, iszonya, iszonya. Ha valaki ellátogat a Hortobágyra, ott a kenyeret kenyírnek mondják, ibetűvel mondják. A magyar nyelvnek van egy csodája, bármilyen mással hangzó közé, más magánhangzókat teszel. Például kenyér, vagy kenyír, vagy ilmigyik i bildibi, viszik, kinyírit. Ha egy kicsit furcsa is, de ha ülmügyük ü büldbü, viszük künyürüt, vagy szögedelyesen mondjuk, hogy ölmegyök ő böldbő, vöszök könyöröt. Minden magánhangzóval meg lehet érteni a magyar nyelvet. Csak azt a nyelvet lehet más magánhangzókkal felhangzósítani, amely ősnyelv. Mert az ősnyelv leírásánál is csak mással hangzókat írtak, mert pontosan tudták, hogy az bárki ki tudja olvasni. Nagyon különös, hogy amikor az egyiptomi első hat dinasztia nyelvét, mitológiáját meg akarták fejteni, egyiptológusoknak meg kellett magyarul tanulniuk. Egyébként ez történt Mezopotámiában is. Mert az ősi papi nyelv, ahogy mondják még az indiaiak is, Indiában is volt mindig 5-6 olyan pap, akik ismerték az ősi papi nyelvet, amely ennek az ókori nyelvnek az etimonjait ismerték, mondhatnánk, meg kellett tanulniuk magyarul. Ízisz szentélyeket tisztelnek még a 300-as években is, és a Földön vannak olyan helyek, ahol még a 6. században is tisztelték Ízisz istennőnek az emlékét. Szaváriában, tehát itt Magyarország területén, az egyik római provinciába állt az Ízisz szentély, amit 1963-ban
újítottak fel, mai napig látogatható Szombathelyen. Az ízisz papokról leírják, hogy értelmezni tudták az álmokat. Közvetlen kapcsolatban voltak az égiekkel, és az égiek álmokban üzennek nekünk. Az álomfejtés a papi tevékenységek közül az egyik legfontosabb. Most nem titok, hogy azok a tanítványaim, akik 15-20 éve tanulnak nálam, most egy 3 éves álomfejtő kurzuson vesznek részt. Beavatom őket Ízisz Istenanyánk csodáiba, az álomfejtés misztériumába. Aki ért az álomfejtéshez, az képes belelátni a jövőbe. Minimum 3 éves kiképzésre van szükség e téren. A Jóisten Oziris fia volt Hórusz. Hóruszt úgy is hívják, hogy Ré, Ra, Ír, Ar, Úr, a magyar úr szavunk is, ugyanúgy Hórusznak a neve, de úgy is hívják, hogy Ámon, illetve mondhatnám a Mon, a Mony, ez a teremtő szervének a megnevezése. Hiszen onnan jön az élet, onnan indul az élet, majd a női nemi szerven keresztül születik meg az élet. Nagyon érdekes, ahogy a dél-amerikai indiánok hívják az Istent, ők Ámonnak nevét így ejtik ki, hogy Telephassz, és az istennő neve pedig Telepinu, mert onnan jön az élet. Tudom, hogy a mai embert egy kicsit megmosolyogtatják ezek a szavak, de ez a régi mitológiában egy teljesen elfogadott dolog volt, hogy honnan jön az élet, azt a bizonyos szervet isteni kinyilatkoztatásnak tekintették. Ez volt a termékenységi vallásnak az időszaka. Ma ez a szobor a Louvre-ban található. Ez a szoborcsoport a 20. dinasztia idején készült, ahol Ré, azaz Hórusz, a napisten, ő Jézus szelleme, aki egy Atum vagy Ámon névvel is nagyon gyakran összeolvad. Istennek a másik fia, akit nagyon jól ismertek, Szent György volt, ugye az első szülött fiú, Jézus szelleme, Ré szelleme. A második fiúk Szent György, akit a görögök úgy hívnak, hogy Hermész, illetve úgy hívnak, hogy Trismegistos. És a rómaiak úgy hívják őt, hogy Merkurius. Akik tanulnak információs kezelési módokat, nagyon jól tudják, hogy a Merkurius, mint információ, a legnagyobb erővel bír a gyulladásos betegségek megoldásánál. Szent György erejét hordozza magába. Egyébként a Merkuriusnak az anyagi megfelelője a higany. Nagyon kevés olyan elem létezik a Földön, amit elemi formában lehet bányászni. Általában az elemek vegyületekben vannak jelen a Földön. Például vasat nem lehet bányászni, csak vasércet, ami vasoxid. Alumíniumot nem lehet bányászni, mert bauxithoz kell jutnunk, hogy alumíniumot tudjunk előállítani. De az arany, az ezüst, a higany, ezek elemi formában megtalálhatók. Na most Merkuriusnak az egyiptomi neve volt Tot, bizonyára hallottatok már róla, hogy Tot volt az egyik legnagyobb fáraója az egyiptomi kultúrának. Ő volt az írás, a bölcsesség, a tudás és a mágia istene. Ő volt az írnokok pártfogoltja,
Az orvosok patrónusa ő volt. Az ő receptjei alapján gyógyítottak Egyiptomba és később a görög és római kultúrákban.